Most egészségügyi témával folytatjuk. Az MSZP szerint ugyanis teljes a káosz az egészségügyben július 1-e óta. Osztályok, profilok zártak be, a betegeket össze-vissza dobálják az országban. A kormány egy hónapos próbaidőt adott. Az MSZP szakpolitikusa Havas Szófia vendégem. Jó reggelt kívánok! Mi történt ebben az első néhány napban ön szerint? Most indul próba útjára tulajdonképpen az az új struktúra, az az ellátási rendszer, amit a legnagyobb titokban kézen közön írt meg az egészségügyi kormányzat, és tájékoztatta az utolsó utáni pillanatban az érintetteket. Az érintettek alatt értem azt a 10 millió állampolgárt, aki az ellátást igénybe venni, a dolgozókat, az intézményeket. Azt jelenti, hogy számos intézmény váltott profilt, szűntek meg aktív osztályok, és megváltozott, és ez a legfontosabb, a beutalási rend. A beutalási rendben mondtuk azt, hogy abszolút káosz uralkodik az országban. Egyetlen példát, vagy néhány példát, amit tegnap a sajtótájékoztatón is elmondtunk, vannak olyan települések Magyarországon, mint például Bakonybél, vagy mondjuk Balatongyörök, kis települések, pár ezer fős, ezek mintegy 30 kórházhoz tartoznak az ország területén, vagy mondjuk Szent Gotthárdot, amelyik szintén 25-30 intézményhez lett különböző ellátásokhoz telepítve, ebből mondjuk egy Szeged, Szent Gotthárd távolság 493 kilométer. Nem tudom elképzelni, hogy egy józanésszel rendelkező szakember hogyan tudott ilyen beutalási struktúrát alkotni. Hogyan? Ez egyébként, ez a konkrét 400-valahány kilométer? 493, ez pontosan. Ez melyik típusú ellátásra vonatkozik? Mert hogy ugye, ahogy itt mondja, nyilván különféle szakterületeknél megpróbálják a legközelebbi, legjobb, úgynevezett súlyponti, ugye ez az önök szava volt, igen, ez idején kórházba küldeni igen. A beteget. Ez egy szegedi neurológiai rehabilitáció úgynevezett, tehát ideggyógyászati betegség utáni rehabilitáció. Hát ennek elég nehéz lenne kitalálni egy olyan elképesztő a magas szintjét, amit csak Szegeden tudnának elvégezni, és ide beosztották az ország mondjuk lakosságának mintegy a felét. De mondhatnék hasonló példát, súlyos agysérültek rehabilitációját, 6 millió lakost, a Veresegyházi misszió 12 rehabilitációs ágyához telepítettek. Tessék elképzelni, hogy milyen ellátás lesz itt, és ez nem a agysebészet, vagy szívátültetés, ami valóban egyedülálló az országban, amihez nem is kell több intézmény, hanem egy mezei rehabilitációs, ami sajnos figyelembe véve a magyar megbetegedés és halálozási adatokat a szívérendszeri betegségek vagy az agyi történések kapcsán bizony egy igen gyakori betegségforma. És mi van e mögött ön szerint? Az, hogy egyszerűen valaki nem gondolta végig eléggé jól a betegutakat, és lehetne ezt jobban intézni, de logisztikával vannak problémák, vagy az, hogy tényleg ezeknek a településeknek nincsen közelebb megfelelő ellátást biztosítani tudó intézmény. Az első és egy harmadik is. Tehát az első az, hogy nyilván nem gondolták végig, ha megnézzük, hogy mondjuk akár ez a Bakonybél tartozik legalább öt megyei nagy kórházhoz, amelyeknek a szakmai struktúrája, illetve a szakmai színvonala jelentősebben nem tér el egymástól, tehát a Vas megyei kórház, vagy a Győr megyei kórház, a Zalaegerszegi kórház, ezek mind nagy megyei kórházak, tehát ilyen jelentős különbségek nincsenek. Tehát nyilván nem gondoltak utána, nem nézték meg, és ne felejtsük el a legfontosabbat, a lobby érdekeket. A Fidesz kormány azzal kezdte, hogy itt most az átalakítás kapcsán semmiféle lobby érdekeket nem fognak figyelembe venni. Az államosítás verbálisan természetesen hangoztatott fő célja az volt, hogy az önkormányzatokat kiszűrjék ebből a lobby tevékenységből, és innentől kezdve már csak maga az állam szabadon eresztett kézzel fogja a struktúrát meghatározni. Ez persze nem hangzik rosszul, hogyha az ember számításba veszi, hogy annak idején önök meg éppen arról panaszkodtak, hogy megvoltak a jó központi elképzelések, és a helyi önkormányzatok csúnya lobby érdekein bukott meg az egész. Igen. Egyébként ez így is volt igaz. Én azért a mondatom másik fele pontosan ez lett volna, hogy itt a verbálisan hangoztatott gondolatokkal szemben áll a nagy magyar rögvalóság, ami alapján azt lehet mondani, hogy ugyanolyan lobby érdekek
alakították itt is. Tessék visszagondolni, milyen tüntetések voltak egyes kórház megmaradásáért, vagy egyes aktív osztályok megmaradásáért, és bizony azok meg is maradtak, és még most plusz lobby érdekek is felmerültek, ami korábban azért ilyen erősen nem volt. Az egyes szakmai csoportoknak a lobby érdekei, kórházi vagy egyes osztályvezetők vagy szakmai kollégiumok lobby érdekei, amelyek teljesen átírták a logikus beutalási rendeket, vagy azt a viszonylag elfogadható struktúrát, ami korábban volt. Mit jelent ez? Nyilván jelentős mértékben romlani fog a betegellátás, jelentősen nehezebb lesz kórházba jutni, vagy ellátást kapni, és tessék végig gondolni, mi van akkor, hogyha egy családban, ahogy Isten, két beteg ember is van, egy beteg gyermek, meg egy beteg felnőtt, és az ország különböző két pontjára kell menni látogatni, vagy szállítani őket. Hol van felkészülve erre egy mentő? Nem elképzelhető, hogy ez a bizonyos egy hónapos próbaidőszak, ez pont erre jó, hogy az ilyen típusú szempontok korábban nem voltak eléggé képviselve, akkor most felvetődjenek, és akkor esetleg ennek kapcsán még alakítani lehessen dolgokon. Hogyha kiderül, hogy a beteg út ebben vagy abban az esetben logikátlan, akkor azon még változtassanak. Most én nem tudom, hogy ez hogy hangozna logikailag, hogy én megszüntetek hétfő reggel egy osztályt, és egy hónap múlva újra nyitom, kérdőjel a mondat végén, mert hogy úgy tűnik, hogy mégiscsak szükség van rá, szélnek keresztem az összes dolgozót, és egy hónap múlva visszahívom. Ez nem, természetesen ilyen nem létezik, és nem működik. Ez nem az a puding, amelynek evés a próbája. Akkor mire jó ez a próbaidő? Hát ezen én is nagyon elgondolkodnék, hogy mit lehet ezzel csinálni. A káoszt fokozza tovább, és nyilván a lobbik tovább fognak erősödni, hogy az én szakmámnak is kell még több ágy, az én kórházamnak vissza kell kapni az aktív ellátását, és így tovább. Csak az a probléma, hogy azok a szakemberek, akiket most július 1-ével szélnek keresztenek, azok nem fognak visszatérni, de az országból is el fognak menni, és rendkívül nehéz lesz bármilyen módon újraindítani ezeket az elképzeléseket. De azt is hallottam, hogy ugyan papíron, mondjuk már nem is létezik az az osztály, de a valóságban bizony csak ott tudják ellátni a betegeket, és másik intézmények keresztül finanszírozódik, mert nem tudták megoldani. Ez azt jelenti, hogy saját magukat is becsapják, nem csak a betegeket és az orvosokat. Tehát akkor ilyen alapon végül is elképzelhető, hogy ezekben az esetekben végül mégiscsak az elmélet követni fogja a gyakorlatot, tehát ahol így gyakorlatban megmaradtak az osztályok, a kapacitások, oda majd valahogy vissza fog térni végül is a struktúra is. Hát én nehezen tudom elkezdeni, hogy mondjuk még egyszer a dolgozók ott fognak várni, hogy egy hónapig mi lesz velük. Nem, most azokról az esetekről beszélek, amiről mondtad, hogy gyakorlatban tudom. Még működik, hát csak papíron. Nyilván ez fokozatosan fog csökkenni, és akkor az emberek, ahogy találnak maguknak munkát, úgy fognak elmenni. Tehát ezért nyilván senki, ön se, én se üldögélnék ott, és várnám, hogy mikor húzzák ki alólam a széket, az álmot, vagy bármi. Hogy lehet egyébként különbséget tenni a lobby érdek, meg a valós szakmai érvek között, meg az olyan típusú érvek között, hogy valahol egy konkrét intézményben létrejött egy konkrét szakmai stáb, egy csapat, akik tényleg olyan értéket képviselnek így együtt, hogy valóban jogos elképzelés, hogy ezt valamilyen módon meg kell őrizni, illetve hogy ugye nyilván rengeteg kórház, rengeteg osztály, rengeteg helyi önkormányzat fogja képviselni azokat a gyakran valószínűleg egyébként akceptálható gondolatokkal, hogy szükség van erre vagy az osztályra, kapacitásra, profilra és így tovább. Hogy ki dönti el, melyik a lobby érdek, és melyik a valóság? Vannak természetesen számok, amelyik mentén lehet döntéseket hozni. Például hány ilyen, olyan vagy amolyan típusú betegséget látnak el, hány magas szintű műtétet végeznek egy évben. Ezek olyan nemzetközi standardok, olyan nemzetközi mutatók, amelyeket minden további nélkül alkalmazni lehet akkor, amikor szakmai struktúra átalakítása zajlik. Ez történt egyébként az előző kormány idején, amikor a korábbi nagy átalakítás volt. Amikor egyébként nem volt kevesebb lobbizás, nem volt kevesebb tüntetés, és nem volt kevesebb sikeres lobbizás se egyébként. Egyébként ez így igaz, és akkor is azt mondtuk, hogy ha
megfelelő módon keményen ellenállnak mondjuk akár csak ilyen helyi lobbiknak, akkor egyébként még ennél is nagyobb átalakítások történhettek volna, de szeretném jelezni, hogy egyébként akkor ezeknek a tüntetéseknek a 99%-át az akkori ellenzék, a Fidesz szervezte. Már akkor program szintjén azt mondta a Fidesz kormány, hogy az általunk bezárt intézményeket újra fogják nyitni, és fantasztikus módon felvirágoztatják az egészségügyet és ezeket az intézményeket, és minden újraindul. Nos, természetesen abban a pillanatban, amikor hatalomra kerültek, úgy felejtették el ezt a gondolatot. A kiürített kórházak azóta is ugyanúgy üresen állnak, pénzt költenek az őrzésükre, vagy esetleg az állatmegóvásokra, és így tovább veszük ágában, nem volt semmilyen új kapacitást bővíteni. De hogy az előző kérdésére megint csak visszatérjek, olyan, és amit az előbb is említettem, hogy olyan egészen kivételes vagy szakmailag indokolt struktúrák vagy ellátó osztályok, amiket nem szabad bezárni, mert mondjuk csak egy, kettő vagy három van belőle az országban, ez teljesen elfogadható. De amilyen példákat az előbb is mondtam, például ez az ideggyógyászati rehabilitáció, amelyik messze nem a ritka betegségek csoportja, tessék azt végig gondolni, hogy hogy lehet az, hogy mondjuk az egyik budapesti kórházba beszállnak egy ugyanilyen osztályt, mert tételesen július 1-ével bezárják, és helyette a betegeket Szegedre irányítják, vagy a Veresegyházi misszióba. Hát erre semmilyen logikus szakmai érv nincs, és nem is lesz. Nekünk most sajnos elfogyott az időnk, de nyilván önök még ilyen konkrét példákkal előfognak a következő időszakban, meg térképekkel, hiszen meg is vannak ezek az adatai. Így gondolom, van, hogy mit diktálnának a statisztikák, és ehhez képest mi történik. Azt már csak mellesleg jegyzem meg, hogy pontosan ugyanilyen típusú kritikák hangzottak el annak idején, amikor önök zártak be kapacitásokat itt-ott, és akkor is elhangzott, hogy fantasztikus, és megismételhetetlen, és visszahozhatatlan, és nem hozták vissza egyébként. Igazságot tenni ebben nehéz lesz, de a vita nyilván folytatódni fog. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kérdést.